Üdvözlök mindenkit, Vörös B. Zoltán vagyok. A Szegedi Nemzeti Színház legújabb bemutatója a Kakukkfészek lesz majd a Kis Színházban. Az első olvasópróbán Vidovszky Györggyel, a darab rendezőjével beszélgettem. Kakukkfészek egy érdekes előadásnak ígérkezik már csak a könyv alapján is, de hát ebből készült egy igen sikeres film is. A rendező ilyenkor melyikhez nyúl inkább, hiszen a könyv egy kicsit másabb sztorit ír le, mint ami a filmben végül is a nézők elé került annó. Hát igen, mint hogy a film is adaptálta a regényt, tehát kiválogatott belőle bizonyos részeket, és valamiket meg is változtatott. Ebből a regényből annak idején készült, nem annak idején, sokkal később egy színpadi adaptáció is, és mi tulajdonképpen ennek a színpadi adaptációnak a mentén indultunk el, ebből indultunk ki. De a színpadi adaptáció az elsősorban szövegre és a történetvázra vonatkozik, a szereplők mennyiségére, de arra, hogy ezt mi aztán hogyan rendezzük meg, hogyan visszük színre, az természetesen az a mi szabad döntésünk, és ebből a szempontból azt remélem, hogy sok meglepetést fog okozni a szegedi nézőknek ez az előadás, vagyis ne arra számítsanak, hogy itt a filmet látják színpadon újra. Ha valaki arra kíváncsi, akkor megnézheti a filmet, az tényleg kitűnő. Mi most itt megpróbáljuk a magunk változatát, egy olyan változatot megcsinálni, ami ma jelen pillanatban Magyarországon, itt Szegeden érvényes. És egész pontosan, mi az, ami már most így a próba időszak elején elmondható erről? Mi az, ami érvényes ma Magyarországon? Hát ugye biztos, hogy ez a történet ez nem csak azért érdekes, mert egy bolondok házában megfigyelhetjük azt, hogy az ápoltak hogyan viselkednek, és hát az ember szereti ilyeneket nézni. És nem csak azért, mert egy érzelmes történet egy két ember küzdelméről, hanem ez az alapvetően mégiscsak az elnyomásról szól, a megfélemlítésről szól, arról, hogy bizonyos emberek megpróbálnak megfelelni valamilyen szabályrendszernek, noha egyáltalán nem értenek vele egyet, bár saját akaratukból vesznek részt ebben az ápoltak, tehát itt ez egy nagyon fontos dolog. De mégis megfelelnek annak, és mégis a megfélemlítés sokkal fontosabb számukra, hogyan lehet az elnyomás ellen küzdeni, hogyan harcol az individuum az elnyomóval szemben, képes-e, hogyha nem áll mögé a közösség. Egyedül valószínűleg nem lehet küzdeni az elnyomó ellen, de hogyha összefogunk, akkor talán igen. Milyen környezetben játszódik, hiszen egy elmegyógyintézet nagyon-nagyon sokféle lehet, és hát Amerikában megint egy kicsit másabb mondjuk, mint Japánban vagy Európában. Igen, ebben is más lesz. Mi azokból az intézményekből indultunk ki, ami Magyarországon, ugye sokszor a elmegyógyintézeteket főúri kastélyokban rendezték, olyan épületekben, amiket már az eredeti funkcióban nem használnak, és hát itt is erről van szó. Ebben ezt nem spoilerezném még, legyen ez meglepetés a néző számára, amikor idejön, és lássuk meg azt, hogy vajon milyen épületet ismer föl abban a díszletben, amit mi ide fogunk álmodni a színpadra. Annyit azért talán elmondhatunk, hiszen itt el is hangzott, hogy ez bár mai Magyarországon érvényes, de ön azt mondta, hogy ez tulajdonképpen a jövőben játszódik. Akkor ez nem ellentmondás egy picit? Attól, hogy a történet vagy a gondolat az mai Magyarországon érvényes, és a számunkra itt fogható és dekódolható, a történet ideje, ugye hát ezt történelmi drámáknál is szoktuk látni, hogy azzal, hogy nem tudom, 100 évvel ezelőtt vagy 200 évvel ezelőtti történetről van szó, nagyon sok áthallása van. Mi tulajdonképpen a mi sötét víziónkat a jövőbe vetítettük, hogyha mi van, ha itt tart a világ már, ahol tulajdonképpen Bolondok háza az a demokrácia egyik intézménye, ahol megvalósulhatott volna a demokrácia, de hát most itt tartunk. Tehát csak ennyiből a jövő, tehát azért ne várjon itt senki valamiféle szifire. Igen, erre akarta pontosan rákérdezni, hogy azért a jövőben azért legtöbb esetben tényleg a tudományos fantasztikus művek jutnak az emberek eszébe. Kinek ajánlható ez a mű? Hiszen azért a film is egyfajta korhatárt jelölt, ugyanakkor pedig azért ez egy elég széles közönségnek szólhat. Mi semmi olyat nem fogunk az előadásban csinálni, ami kizárnám mondjuk a fiatalokat, tehát a tinédzsereket az előadás megnézéséből, de azért alapvetően azt gondolom, hogy ennek a témája az inkább felnőtteket érint. Bár mondom, a tinédzserek számára nem tudom, hogy a film az mennyire ismert, tehát lehet, hogy nekik ez új lesz ez a történet. Mi minden esetre úgy próbáljuk ezt elmesélni, hogy a film és a regény ismerete nélkül is tökéletesen lehessen érteni.
Az elmúlt néhány percben a Kakukkfészek című bemutató kapcsán Vidovszky Györggyel beszélgettem. Vörösby Zoltánt hallották, éljenek jól, viszont látásra, viszont hallásra.